Így indul az a film, amit a programban résztvevő elítéltekről és családjaikról forgattak az egyesület tagjai. A szervezet a Heves megyei Büntetés Végrehajtási Intézettel közösen indította az akciót. Az EGRI börtön parancsnoka azt mondta, ma már nem elsősorban a büntetés a feladatuk. Nagyon sok emberbe él az az elképzelés, hogy a börtönöknek büntetni kell. Mi felfogásunk szerint a börtön az a hely, ahol a reintegráció meg kell, hogy valósuljon, ahol azokat a problémákat, amik idővel oda vezettek, hogy az egyén börtönbe került, azokat jóvá tegyük a lehetőségekhez mérten. Hát egy picit haragszok rá. És azt elmondod, hogy miért? Hát, hogy ide bekerültünk. Ez a fiú arról beszélt a filmben, hogy mit gondol börtönbe került édesanyjáról. A szakemberek tapasztalatai szerint legalább olyan nehéz visszailleszkedni a családba a szabadulás után, mint elviselni a börtönéveket. Szerencsére az új büntetésvégrehajtási törvénnyel a büntetésvégrehajtási pártfogók átkerültek a büntetésvégrehajtás alá, és így már egyfajta visszajelzésünk lesz, visszacsatolás, hogy valóban érte valamit az a program, amit az elítéltekkel megvalósítottunk, és mennyi a visszaesésnek az aránya. A programról tartottak ma beszámolót a Nyíregyházi Egyetemen. Kóka Ágnes, az egyesület elnöke azt mondta, sikeres volt a program. Mi már annak is nagyon fogunk azt gondolom örülni, hogyha az anyukáknak egy jelentős része be tud állni újra ebbe a szerepkörbe, ami akkor ott maradt, egy olyan hozzáállással, egy olyan szemlélettel, ami segít neki abban, hogy többet ez a történet, ez a cipő, amiben ő akkor úgy belelépett, az ne történjen meg még egyszer. A filmben megörökítették azt a pillanatot is, amikor az egyik anya visszatér családjához. 15 fogvatartotton segítettek az elmúlt másfél évben. Azt tervezik, hogy hiába ért a program véget, a jövőben is figyelemmel kísérik a családok sorsát.